Tetováló vagyok, és egy tetováló szalonom van Németországban. Körülbelül 5-6 évvel ezelőtt elértem mindent, amit szerettem volna, vagy amire vágytam, és ezzel egy időleg rájöttem arra is, hogy nem történik semmi az életemben. Ezen szerettem volna változtatni. Attól függetlenül, hogy rájöttem arra, hogy változtatni kell, nem voltak meg az eszközeim, hogy hogyan lehetne megvalósítani ezt a változtatást. Ezt kerestem olyan tanítókat és mestereket, akik túl tudtak léptetni ezen a krízisponton. Nagyon fontosnak tartottam egész életem során, hogy az intuíciók jól működjenek bennem, és hogy megérezzem azokat, hogy mit kell cselekednem, hogyan kell lépnem az életem során, és folyamatosan kutattam azokat a lehetőségeket, amik ezt megtanítják. Így jutottam el Lengyel Sándorhoz és az EOSZ-ig, amik oktatják azt, hogy az intuíciókat hogyan lehet egy magasabb szinten megélni, és hogyan lehet az életünkben beépíteni a hétköznapokba. Emlékszem az első szemináriumi napra, az első közös EOSZ gyakorlásokra, ahol egyszerűen azt éreztem, hogy megjöttem, mindig ezt kerestem, pont ilyen dolgokat szerettem volna magamba fejleszteni. Rátaláltam arra az iskolára, ahol ezeket a technikákat a legmagasabb szinten oktatják. Nagyon fontos megértenem az ügyfeleimet, mert egy életre szóló dolog kerül rájuk, aminek a tökéletes kivitelezéséhez kell, hogy érezzem a rezdülésüket, kell, hogy érezzem minden egyes gondolatukat, vágyukat. A szemináriumoktól, amit kaptam, az, hogy többre vagyok képes, mint amennyit korábban hittem magamról. Azt vettem észre, hogy a közvetlen környezetem és az ügyfeleim sokkal jobban odafigyelnek rám. Ennek az az oka, hogy én is jobban odafigyelek rájuk. Én vagyok az élő példa rá, hogy külföldről is haza tud valaki repülni minden egyes hónapban a szemináriumokra, olyannyira, hogy idén még a feleségem is velem tart minden hónapban. Lengyel Sándor egy olyan ember, aki ha valamit elkezd, az be is fejez. Ez egy olyan gondolat, ami átszáll a szemináriumokra, és ezen keresztül az én hétköznapjaimra is. Ez azért érdekes, mert nagyon fontos, hogy amit elkezdjünk, azt be is fejezzünk. Ez rengeteg embernek a buktatója volt, mint hogy az enyém is az életem során. És amióta ezt beépítettem az életembe, egy újabb lépcsőfokot sikerült felfelé ugrani. Sokszor elmegyünk az életünkben a lehetőségeink mellett. Ő egy olyan ember, aki megtanítja meglátni és megérteni, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Nekem is vannak nehézségek az életemben, de ő mindig olyan szituációkat teremt, amik kizökkentenek ebből a krízis helyzetből, és egy megoldást mutatnak, amin keresztül megtörténik egy megértés. Megkönnyíti a tanulásomat azzal, hogy ő mindig tudja, hogy mikor kell humorosnak és mikor kell nyomatékosnak lennie egy szituációban. Amit tanácsolnék minden jelentkezőnek, hogy lépjen túl saját magán minden egyes szemináriumon, és semmi mással ne foglalkozzon. Az én életemben az elmúlt 20 év legfontosabb befektetése az volt, hogy elvégeztem a mesterkurzust. Lengyel Sándor kedvenc édessége a Rákóczi túros. Enélkül az információ nélkül egyszerűen nem érdemes belekezdeni a tanulásba.